javában tombol a nyár, ami egyet jelent a strandolással. Az önfelett medencézésnek és hűsítő csobbanásnak azonban sajnos negatív következménye is lehetnek, hiszen ilyenkor a leggyakori betegség a hallójára gyulladás. Ez gyakorta az uszodai vagy természetes vizekben történő fertőzés miatt alakul ki. De a tipikus tünet ugye a fülfájás, általában egy oldali, de előfordul, hogy mind a két oldalt érinti. Súlyosabb esetben ugye, hogyha nem csak a külső halújára gyullad be, hanem mondjuk egy középfülgyulladás is kialakul, akkor azért akkor tényleg kifejezetten erős fájdalom, láz, levertség, gyengeség is jelentkezik. Amennyiben erős panaszok vannak, nem érdemes otthoni kezeléssel próbálkozni, hanem orvoshoz vagy fülorgégészhez kell fordulni, aki fülcseppet, szükség esetén fájdalomcsillapítót, súlyosabb esetben pedig antibiotikumot ír fel. De fontos a megelőzésre is figyelmet fordítani. A melegítés az, az valamelyes segíthet, enyhítheti a fájdalmat, de, de, alapvetően azért inkább, inkább ugye a gyógyszeres kezelés, a fülcsepp, ilyesmi, ami fontos, illetve hát amivel, amivel megelőzés szintjén lehet segíteni, az az, hogyha fürdőzés, medencézés vagy, vagy szabad vízben való fürdőzés után lehet kapni gyógyszertárban vény nélkül ilyen fültisztító spréket, és akkor annak a, annak a, használata javasolt, hogy ugye a potenciálisan szennyezett víztől megtisztítsuk a, halójáratot hallójáratot, valamint ugye arra kell odafigyelni, hogy fürdőzés után például klíma ne érje, mert akkor is könnyebben begyulladhat a hallójárat. Sajnos sok téves házi praktika terjed, mint az ecet vagy a fokhagymás olajjal történő csepegtetés, de ezeket az orvos határozattan elutasítja. Kiemelte, hogy ami nem gyógyszertári készítmény és nem a fülbe való, az semmiképpen ne alkalmazzuk. Amennyiben az erős fájdalom egy-két napon belül nem szűnik, láz, illetve váladékozás jelentkezik, sürgősen orvoshoz kell fordulni.